A Bocskai Kun gyakorlaton vízi vezetési, átkelési, valamint harcászati feladatokat gyakoroltak a katonák a Tiszán. A kiképzés célja az volt, hogy felkészítsék a járművezetőket a BTR-ek vízi irányítására. Magyarország vízrajza olyan, hogy tele van folyóvízi akadályokkal. Honi védelem része kell, hogy legyen, hogy ilyen vízi akadályokat a katonák alegységkötelékbe le tudjanak küzdeni. Ennek részeként készítjük föl először egyénileg őket, majd alegység szinten. Mind a folyónak a sebességét, az adott hullámzási helyzetet vagy viszonyokat figyelembe kell venni a vezetéskor, és ennek tudatában kell szervezni a manővereket. De alapvetően majdnem azt lehet mondani, hogy minden hasonló harctevékenységet végre lehet hajtani, mint a szárazföldön. Ezekkel teljesen másabb a vízen vezetni, mint sima aszfaltúton, mert 3-4-5 másodperccel később reagál az úsztatás közben és a vezetés közben, mint a sima aszfaltúton vagy akár földúton. A gyakorlat záró mozzanatán a búvárok vízből, a deszantosok motorcsónakról, a lövészek pedig úszó BTR-ről is támadták a szemközti parton rejtőzködő ellenséget. Miután a katonák kiosztották az érdeklődő civileknek is a füldugókat, kezdetét vette a tűzpárbaj. Ebben a szituációban az lesz látható, hogy a műszaki és búvár erőink megkezdik egy ilyen lehetséges átkelési pontnak a felderítését, és a munkájuk közben támadás éri őket, amire a folyószakasz mellett kijelölt készenlét körletből kirendelnek lövész erőket, hogy ők egyrészt biztosítsák a hátravonásukat, illetve az ott lévő ellenséget, hogy semlegesítsék. Komplex feladat végrehajtás volt, együtt tudtunk dolgozni a búvárokkal, illetve a lövészalegységekkel, így egy komplex feladat végrehajtást tudtunk begyakorolni. Egy rajtcsapattal kellett átmenni a túlpartra, ott meg tudtam normálisan szervezni a lesállást, igazából a fedezékeket, átszázást ugye ki tudtuk használni, úgyhogy maximálisan meg vagyok elégedve az embereim dolgával.